Ebben a videóban összefoglaljuk a kriptopiac legfontosabb történéseit. Amikor ezt készítjük, újra 70 ezer dollár fölött járunk, és jókkal számítunk arra, hogy hamarosan tovább mehetünk fölfelé. Ha végignézed, azt is megtudhatod, miért döntött úgy egy aranyipari vállalat, hogy bitcoinbe fektet. Az első hírünk a londoni tőzsde, illetve a bitcoin és az Ether kapcsolatáról szól. A londoni tőzsde május 28-ától úgynevezett tőzsdén kereskedett jegyzékeket fog kínálni, amik bitcoinhoz, illetve etherhez kapcsolódnak. De mégis mik azok a tőzsdén kereskedett jegyzékek? A jegyzékek, pontosabban az exchange-traded notok, -ok, olyan adósságkötvények, amik valamilyen indexhez vannak kapcsolva. A Financial Conduct Authority, vagyis az Egyesült Királyság tőzsdefelügyelte áldását hagyta az új projektre, és ez megint csak kis lépés egy tőzsdének, de nagy lépés a kriptopénzek piacának egészének. A következő hírben az Európai Unió és az anonim kriptotranszakció kapcsolatáról lesz szó. Az Európai Unió egy kicsit szigorú lépéssel most úgy döntött, hogy kifejezetten a központosított tárca szolgáltatók számára a 3000 eurót meghaladó anonim tranzakciókat mostantól szigorúan tiltani fogják. Külön kitérnek az üzleti célú tranzakciókra is, ebben az esetben 10.000 euró lesz a limit a lényeg a lényeg, hogy ez nem általában a kriptotranzakciókra szól, és nem is generálisan az anonim kriptotranzakciókra, hanem kifejezetten a központosított tárca szolgáltatókra. Az ő esetükben az említett értékhatárokkal az anonim tranzakcióknak úgy tűnik, hogy az Európai Unióban vége. A következő hírmorzsánk a Szolanával foglalkozik. A Szolanának ismét sikerült áttörni egy fontos ellenállási szintet, és az elemzők azt mondják, hogy még a 250 ezer dolláros szól sem elképzelhetetlen. A Szolana ökoszisztéma ezerrel pörög, és ez meg is látszik a szolár árfolyamán. Ez persze nem befektetési tanácsadás, de simán lehet, hogy ennek a Bika piacnak az egyik nagy nyertese a szol lesz. De mielőtt tovább mehetnénk, egy gyors szó egy nemes ügyről. A csak egyet szolgálat Budapest 6. kerületében üzemeltet nappali melegedőt és számos egyéb szolgáltatást. Az elmúlt évek során tucatnyi embernek tudtak segíteni, hogy végre kikerüljenek a hajléktalanságból. Naponta akár 120-160 embernek is nyújtanak különböző szolgáltatásokat, és a borzasztó nemes és egyben óriási munkát végző csapat most úgy döntött, hogy kriptoadományokat is elfogadnak. Éterben, Bitcoin Cashben, USDT-ben és természetesen Bitcoinban is várnak adományokat. Link a leírásban, nézzétek meg mindenképp, és hogyha tehetitek, segítsétek a munkájukat! Steve az Apple egyik társalapítója, megnyert egy kritikus pert a Google-lel szemben. Néhány évvel ezelőtt a klasszikus küld nekem BTC-t és visszaküldöm a dupláját csalással, Vozniák arcát használták föl. Ezek a kis videók YouTube pre-roll hirdetés formájában futottak, tehát amikor meg akartál nézni egy videót, először Bozniák fejével találkoztál. Bozniák úgy gondolja, hogy a Googlenek igenis van felelőssége abban, hogy nem lépett fel kellő eréllyel a csalókkal szemben. Ha belegondoltok, tök jogos, hiszen tényleg az ő fejét használták, és tényleg egy csalásról van szó a bíró neki adott igazat. Az ügy bár nem precedens értékű, de ismét szépen rávilágít arra, mennyire óvatosnak kell lennünk ezen a piacon. Hogyha egy hírességet látsz kriptóról beszélni, akkor először győződj meg arról, hogy a hivatalos csatornáin valóban igazolta-e azt, hogy ő együttműködik valakivel egy kriptopromóció keretében. Hogyha az illető saját csatornáin ennek nem találod nyomát, akkor biztos, hogy csalásról van szó. De mielőtt tovább mehetnénk, egy gyors szó mai videónk szponzorától. A blockchain egy megbízható és nagyon könnyen használható kriptováltó. Országszerte 18 különböző helyszínen üzemeltetnek kripto-ATM-eket, betettük a linket a leírásba, nézd meg, hol van a hozzád legközelebbi kripto-ATM. És akkor most következzék az elmúlt hírek valószínűleg legfontosabb hírem, a BlackRock és a Coinbase Biddle néven új tokenizációs platformot indított. A cél az hogy a hagyományos befektetési eszközöket tokenizált formában nyújtsák. Ez egy újabb kritikus lépés abba az irányba, hogy a blokklánc, pontosabban a tokenizáció, tényleg a mainstream pénzvilág részévé válhasson. 100 millió dolláros USDC befektetéssel indítanak, és az egész projektnek az a célja, hogy dollár alapú hozamokat ígérjenek a már említett tokenizációs modellben olyan megbízható befektetési lehetőségeket kínálnak, mint például az amerikai kincstárjegyek, csak itt tokenizált formában. Ezzel a témával még biztos, hogy sokat fogunk foglalkozni, úgyhogy mindenképp iratkozz fel, ha többet szeretnél tudni a BlackRock és a Coinbase együttműködéséről. De nem a BlackRock az egyetlen, aki tovább nyit a kriptopénzek felé, legalábbis a blokklánc technológiát, nem csak ők igyekeznek meghonosítani. Az Amazon és az Unstoppable Domains egy 190 ezer dollár özdíjazású hackathon hirdetett meg. A cél az, hogy a jelentkezők kitalálják, pontosan hogyan tudná használni a világ legnagyobb elkom óriása a blokklánc technológiát. És akkor most következik az ígért hír az aranyipari szereplőről. A Research Researches bő 24 ezer BTC-t vásárolt, a cél pedig roppant egyszerű. A bitcoin készleteiket fedezetként fogják használni az újonnan induló projektjeikhez szerzendő hitelekhez. Tehát a lényeg a lényeg, ez egy nagyon izgalmas és talán precedens értékű lépés. Hiszen a bitcoinra sokan digitális aranyként tekintenek, és talán most először egy aranyipari szereplő Tényleg használja a bitcoin. Nem is az a lényeg, hogy tényleg használják, hanem az, hogy a hagyományos és az új ebben a projektben találkozhat. Tehát a digitális arany, illetve a klasszikus arany egy picit összefor ebben a projektben. Ha tetszett ez a videó, mindenképp iratkozz fel, válj csatorna taggá, nyomj egy lájkot, és mondd el egy komment formájában, hogy szerinted merre megy a piac a következő hetek során.